Tavaszi ébredés. A kuvasz kint feküdt az eresz alatt. Hallgatta az eső cseppenését, a neszeket. Hűvös, álmosító idő volt. Mindenhol sár. Bentről mozgolódást hallott, pedig éjszaka volt. A gazda ilyenkor pihen. Csak ő, a kuvasz van ébren. Őrzi a gazda és a család álmát. Hirtelen kivágódott a ház ajtaja, elől csomagokkal az ember. Mögötte az asszony. Fogta a gyerek kezét, a gyerek sírt. Siettek. Rá se néztek a kutyára, csak hallotta, hogy csapódik a kiskapu. Még távolról érezte a lépteiket, ahogy cuppognak a sárban, aztán megint a csend. A kutya nem értette, hogy mi történik. Miért mennek el? Elment a kerítésig, majd vissza. Lefeküdt és várt. Már majdnem elszunnyadt, amikor hirtelen remegni kezdett a föld. Mély, morajló hang jött a távolból. Kiment a kerítéshez, a zaj közeledett. Már beszédet, kiabálást is hallott. Ugatott a szomszéd kutya, válaszolt. Aztán már itt voltak az idegenek. A dübörgés pokolivá vált. Sok ember jött. A kutya védte a házat. Nem engedte a kaput nyitni. És akkor hallott valami éles hangot. És forróság öntötte el a testét. Úgy érezte, repül, mert eltaszította valami. Szaladna, harapna, de nem tud. Lábakat lát elmenni, nyúlna, de közel, és mégis messze van. Egyre könnyebbnek érezte a testét, mintha lebegne. Lebegne a végtelen mezők felett, és még utoljára hallotta a gazda hangját, ahogy hívta őt.